in the kitchen there. Hello, szia! Szia! Most nem érek rá, és miért kamerázol egyáltalán? Figyelj, hát csak így hobbiból. Dobott ki a szemetet? Hát igen, muszáj vagyok segíteni, mert itt lakok nagymamámnál, és hát nincs ki levigyen. Hát itt laksz ebbe a házba? Igen, de így is most szabadítom el a munkába, tisztem érdekes vagyok, mert ilyen ruhában, meg ilyen körmökkel kell pakolnom. Ilyen körök. Hát igen, nem úgy vagy öltözve, mint aki a szemetet dobja ki. Mi a munkád, vagy? Körmös szalomba dolgozok. Hát, köröm szalomba dolgozol. Azért ilyen szépek a körmeid. Igen. Aha, figyelj, hát is nincs valaki férfi, aki segítsen neked? Nincsen. Hát, Nagyim, egyedül. Figyelj, nem szoktam ilyet felajánlani, de... Segíthetek? Hát én mégis csak férfi vagyok, meg minden, te meg nagyon csinos vagy. Wow, hát nagyon ne csinos vagy. Ugye, de Nagyim nem szereti, hogyha idegenek jönnek be. Á, oké, megértem. De hát összeköszölöd a ruhádat, vagy valami. Hát, normális tudom, ember. De más nem, nincs, aki segítsen neki. Normális ember vagyok, bemutatsz a Nagyidnek, vagy nem lehet? Nem lehet. Kurvára fúj a szél, fújja hát itt igen, a szemetet. Hát igen, nagyon, a hajamat is összefújja. Pont most csinálták ezt is, minden friss most rajtam. És még sok cucc van, amit ki kell dobni? Hát még fent van, igen, még van a fent a padláson is, úgyhogy most, hogyha nem haragszol, akkor felmegyek oda. A padláson? Igen, a padláson. Hát figyelj, még egy kérdés. Na igen. Ott nem látom, mama, segíthetek esetleg neked a padlásra lehozni a cuccot? Vagy mik azok, bútorok, nehéz dolgok? Nem nehezek, hát amiket én le tudok hozni. Aha, na de szívesen hát... fölmegyek veled és segítek, ha az belefér. Hát csak úgy. Hát na jól van, akkor elfogadom a segítséget. Köszi. Szuper, segítek, figyelj, és még egy kérdésem lenne. Jó kereső szakma ez a körmös mostanság? Sokan foglalkoznak hát igen, ezzel, nem? Az a baj, hogy nagyon sokan körmöznek, és akkor tudod így nagyon nehéz a vendégkört kialakítani. Aha, na, úgyhogy de te annyira még nem betén kezdő vagyok, úgyhogy még nekem nincsenek úgy vendégeim sajnos. Még nincs meg a kialakult vendégkör. Tehát akkor most miből élsz jelenleg? Hát azért ebből, keresem. Ebből csak, körmözésből. Aha, és ez egy jó fizető állás? Hát attól függ, mondom, hogy mennyi vendéged van, de még kell egy párat szereznem. Nagyon csinos, nagyon aranyos szép. Kis pofid van. Köszi. Figyelj csak, lenne egy olyan ajánlatom, hogy...
We'll be right back.